Az
الشأن الكلي للمعرفة، يجد أطلع شخص تابع عندها غنس أمبالي آل الزلج قلبي إلى تلك الأمبالي قهرا مطلقا جبر الله أكبر إما تكفى ما نبو يمنو قال ربي يزج أكبر إما تكفى زرع العالم من السوء من المكتب إيش أيضا تكفى بولوكس فوق الشعب بولوكس شمال الصدري az élet évtizedek óta megyek vallásossághoz, anélkül, hogy bármi is változtat a tényleg. Egyszerű, ha nem beszélek, egyszerű, ha kikíséri, nem csak a zsinagógáról, de valamelyes az életükből is nagy haraggal. És Jézus, aki soha nem függ senki után azért, hogy egy evangéliumi elfogadottát várjó isteni méltósággal által közöttük, és visszavonulunk az ajka kimáldásának helyére. A történet szinte megállva és hihetetlen, de nem kell messze menni, a történetben is nem másról, mint a mai keresztényekről jólunk szól. Jézus ma is sokszor leültet bennünket, és úgy érezzük, hogy az Istentől jövő fenséges szavak, az ünnepek valahol közönségként érintenek érnepel bennünket, akik megszokott módon hallgatjuk, és igyekszünk befogadni az Istentől jövő tanítást. És a kérdés az, hogy azon a ponton, amikor megérkezik Isten igéje a szívünkhöz, és adott esetben fejére áll bennünk minden, hiszen életet kell változtatni, mentalitást kell változtatni, hogyan kell változtatni. Elkezdünk védekezni, és felsorolni az érveinket. Miért jó az, amit minden évtizedek után megszoktunk, vagy pedig elkezdünk Jézus módján gondolkodni, és elmenni mindent engedni, amihez bölcsösen a sajátunkhoz van szólunk. Ha az ember a két lehetőséget fölmondhatja maga előtt, hogy döntetlen látja, hogy most is más lehetőség és helyzet, mint így korában már a zsinagógában. Vagy együtt induljunk a mesterrel, és tényleg a tanítványok között juthatjuk magunkat, vagy pedig számításunkon kísérjük az életünkből, és elhallgathatjuk lelki ismeretünkben a hozzánk szóló Istenünkben, nem úgy szól hozzánk, ahogy megállapodik, ahogy elképzeledik, vagy ahogy azt mondjuk, hogy megszoktuk. Jézus ma sem fog senki után. Nem mondja azt, nem így gondoltam, már nem mondjuk, de beszélgessünk róla. Az evangélium üzenete világos, és az ember szabadsága is világos, amit az Istentől kapott, elfogadhatja, vagy éppen kikísérheti életéből az Isten igényét. El is utasíthatja magára, mint annak idején Názáreté, akik arra álltak, hogy leveszítsák Jézus a hegy tetejéről. Akárhogy is döntünk, az egyetlen lehetőségünk és esélyünk az imádkozó Jézusnak a megtalálása. Bárhányszor utasítottuk el, és bárhányszor mondtunk igen rá. A végső cél, hogy rátaláljunk arra a Jézusnak, aki sokszor eljönnek, hogy az Atyával, a mennyit mély imádságban,
körülbelül a világot és bennünk értünk. Ezen a mai napon, amikor Jézus a Názáreti zsinagógájában a program beszédét hirdeti meg, akkor nekünk is életprogramunk át lennünk az ő igényét. És bár sokszor nem a mi elképzelésünk szerint, hanem az Isten elképzelése szerint, de mégis érdemes utána indulni, elköteleződni, és végérvényesen Jézussal együtt lépni és menni. Aki ezt az egyértelmű Krisztus követés vállalja, az rádőben marad, Krisztusok is elmaradnak ugyan emberek nevőjük, de aki mindig megmarad, az az imádkozó, aki a mi imádságunkat is megszenteli, és a mennyei Atyához vezet, aki szüntelenül tanít bennünket mindannak képeire, amelyet a világban szüntelenül cselekszik, és mindannak észrevételére, amelyet Isten ígéretét emberekre vállal. Amen.